Péntektől vasárnapig Nyíregyháza adott otthont a sportlövők 50 méteres tűzfegyveres országos bajnokságának. A versenyen 15 egyesület képviseletében több mint 300-an álltak, illetve feküdtek lőállásba. A legnagyobb érdeklődés a kisebbű szabadpuska 60 lövéses fekvőszámát kísérte, amelyben két riói olimpikon, Szabján Norbert és Pényi István párharcát várták a szakemberek. Végül az UTE 19 esztendős ifjúsági olimpiai bajnoka szerezte meg az aranyérmet a kieséses rendszerű döntőben. Nem tartom azt igazságosnak, hogy elveszik az alapversenynek az eredményét, mert például most is az alapversenyben már két kör előnyt szereztem a második helyhez képest, amivel ugye azért sokkal előnyösebb lenne a döntőbe indulni. A döntő az lényegesen kevesebb lövés, tehát és az első 8 lövés után már kiesik az első, a legutolsó versenyző. Ezért, hogyha valakinek az elején bejön egy hiba, akkor kiesett a döntőből, és itt egy kicsit a szerencse, vagy nem is az, hogy kicsit egy jobb, nagyobb faktort vesz része be a döntő versenyzésben, ami meg nem feltétlenül előnyös ugye a jobb lövők számára. A szövetség alelnöke, a Tokióban 1964-ben olimpiai aranya szerző, a Nemzet Sportolója címmel kitüntetett, Hammer László szerint fontos, hogy minél szélesebb legyen a sportág utánpótlás bázisa. A sportlő szövetségnek feladata és célkitűzése az, hogy az utánpótlás korosztályt följebb hozza létszámban. Minőségben én azt mondom, hogy nagyon jó a minőség az utánpótlásunknak, inkább a létszámban kéne följebb fejlődni, és ezzel egy ilyen iskolába kijáró programot szerveznénk, egy tehetségkutató programot, lövészszakköröket, ami lövészszakkörökkel közelebb lehetne csalogatni légfegyverrel elsősorban először a gyerekeket a lövészethez, és aztán utána hát kezdenék a légfegyvert versenyszinten űzni, és utána a 22-essel lőni. Az országos bajnokságon 3 érmet nyertek a nyíregyházi versenyzők. A szabadpisztoly 60 lövéses számában az ifjúságiak mezőnyében Agárdi Vilmos és az Agárdi Vareha kis összetételű csapat ezüstérmet szerzett. A kisebbű sportpuska 60 lövéses fekvőszámában a Pataki Klaudia, Vékony Orsolya, Pál Panna összetételű trió a dobogó 3. fokára állhatott fel.